Sziasztok srácok, ebben a videóban egy képzeletbeli csapatot fogunk irányítani a karriermódon belül, és hát nézzük is, hogy miről van szó. Szóval a mai videóban egy London FC nevű csapatot fogok irányítani, amibe a négy legnagyobb londoni klubból igazolhatok csak játékos, szóval az Arsenalból, a Chelseaből, a Tottenhamből és a West Ham Unitedből. A csapatot a Premier League-be fogom betenni, méghozzá a jelenleg utolsó helyen álló Southampton helyére. A célom pedig az lesz, hogy három szezon alatt minél több címet nyerjek velük, de ugrás vissza a játékra. Na és srácok, a négy legnagyobb londoni klubból összeszedtem és betettem az összes játékost, hát nem tudom, hogy kiket tudunk ezek közül megvenni, nagyon sok játékos van, és hát reményeim szerint sikerül valakiket megvenni és összerakni egy kezdőcsapatot. Na és srácok, ezt a csapatot sikerült összehozni, hát vannak gondok, hiszen egy-két játékos nem fogadta el például a szerződést, ilyen például Saka, akit jobboldali középpályásnak akartam megvenni. Nézzünk bele azért a cserepadra is. Antoniót vettem meg cserecsatárnak, Davis az utánpótlásból jött, van nekünk egy Declan Rice-unk, egy Ogbonnánk, egy Ramsdale cserekapusként, egy Emerson Royal, meg egy Fofana, de ahogy láthatjátok a csapatban nagyjából a legnagyobb játékosok vannak, azért mondom ezt, mert őket sikerült megvenni. Hát az a helyzet, hogy nem mindenki fogadta el az ajánlatunkat, de se baj, nézzük meg, hogy mit tudunk összehozni az első szezonban. Most a januári átigazolási szezonig fogjuk elszimulálni a szezont, és megnézzük, hogy mire is megy a csapatunk. Hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy a nagy csapatok ellen mire is megy a miénk. Na srácok, nézzük, hogy hol áll jelenleg a csapatunk. Az ötödikek vagyunk, az nem is olyan rossz. Ahhoz képest, hogy ez a szezon, hát úgymond ilyen tanuló pénzként érkezik, de a Citytől nagyon-nagyon elmaradunk, az a négy vereség, az nagyon visszahúz minket. Na jó, folytatódik a szimulálás, ahogy láthatjátok, már van egy győzelmünk. Ú, és a kupába is nyertünk, nagyon jó. Na nézzük a West Ham. Van még a Wolverhampton és még van a Brentford elleni meccsünk. Nyertünk a West Ham ellen is, nagyon jó. Még egy győzel, úristen, döntetlen. Legalább a kupát nyerjük meg, nagyon jó. Van egy hét szabad, ez is nagyon jó. És akkor nézzük a Brentford ellen, hazai pályán kellene nyerni. És összejön 4-0-ra megnyerjük. Na srácok, itt még van egy pici szünet. Fogunk játszani a Chelsea-vel, Aston Villa-val meg a Fulham-mel. Chelsea ellen nyertünk, az nagyon jó. Úristen, nagyon jól megy most. Aston Villa... Döntetlen, hát nem igaz. Fulham ellen nyertünk, ez nagyon jó hír. Ipswich-et megvertük, nagyon szép. Ú, kikaptunk, és döntetlen volt. Na, de nézzük a kupát. City ellen kikaptunk. Á, szerintem ki is estünk a kupából így. Nézzük a City ellen, idegenbe kikaptunk 1-0-ra. Ezek az eredmények valami elképesztőek. Crystal Palace ellen kikapunk. Á, nem jó. A Leeds-et megvertük, és akkor srácok, jön a két utolsó meccs, Liverpool ellen kikapunk 2-1-re, meg ilyen eredmények múlik az egész szezonunk. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy hol áll a csapatunk, mert ugyebár leszimuláltuk az első szezon, szóval nézzük. Na és srácok, ahogy láthatjátok, ötödikek lettünk csak, ami hát nem éppen a legjobb eredmény, van 8 vereségünk, holott a Citynek egyetlen egy veresége sincs, és amúgy ahogy néztem, amiközben szimulálta a játék nekünk a szezont, hát ilyen 1-0-as meg 2-1-es vereségek vannak, szóval ott elúszott 24 pontunk, de nem baj, legalább szerepelünk az európai kupa sorozatokban, és akkor nézzük a második szezonunkat. És akkor srácok, egy szezon után így néz ki a csapatunk, hát Thiago Silva-nak nagyon lement a rétingje, viszont feljött Fofanának, és itt egy-két játékos azért fejlődött, Mason Mount is egyre jobb, Kanté maradt a 88-as, és hát lassan Lloris helyére betehetjük Ramsdale-t, szóval nézzük a következő szezont. Na és srácok, szintén folytatódik a szimulálás, nézzük meg, hogy mire tudunk menni ebben a szezonban, szintén január 1-ig szimulálom, úgyhogy itt most az első pillanatokban jönnek ezek a barátságos meccsek, és aztán kezdődik a szezon, hát remélhetőleg nem az 5. vagy a 6. helyen fogjuk ezt a szezont zárni, de hát nyilván a nagy eredmények, illetve a nagy csapatok elleni eredmények nagyon-nagyon számítanak. Augusztusban azért vannak nagy meccsek, de valószínű, hogy az elsőt azt meg fogjuk nyerni, a Sheffield ellen így van nyerünk. Na nézzük a második meccset. Liverpool ellen győzni kellene, hazai pályán kikapunk. Hát ezt mondom, látjátok, megint egy góllal kapunk ki.
január 1-én vagyunk, és ahogy láttam, a szimulálás közben azért nem voltak a legjobb eredményeink. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy hányadikok vagyunk. Itt most jelenleg a kupát mutatja nekünk. Az a szerencse, hogy a legjobb négy között vagyunk, és akkor a Premier League-ben 11-ek vagyunk. Hát igen, amiről beszéltem. Az első talán 4 vagy 5 meccset mindegyiket elveszítettük, szóval 11. helyen vagyunk. A Leeds a harmadik, ami leszakadt a pofám. Chelsea is 9., és hát itt azért vannak érdekes eredmények. Na mindegy, nézzük a szezon hátralévő részét, és nézzük, hogy mire megyünk. Ja igen, amit meg kell említeni az, hogy az Európa Ligában ott vagyunk a legjobbak között. Itt, ahogy láthatjátok, a csoportból első helyén jutottunk tovább, úgyhogy most egy-két játékos, illetve egy-két csapat ki fog esni, és akkor majd mi is fogunk csatlakozni. Na de nézzük a folytatást. Itt most nagyon-nagyon fontos. Ó, de jó, nyertünk a Spurs ellen, srácok. Na és akkor, ahogy láthatjátok, itt már van egy-két jó eredményünk. Na de nézzük tovább. Van még egy győzelmünk a bajnokságban, még egy. Kupába ismét kell, ó, megint egy döntetlen. Na nézzük a Celtic ellen. És megnyertük, srácok, az Európa Liga első meccsét. Hát a 4-0-ra nem hiszem, hogy ki fogunk esni. Ú, amúgy itt most van két nagy meccs egymás után. Hát, ha ezt nem nyerjük meg valamelyiket, akkor nem hiszem, hogy fogunk... Ó, 2-2. A 4-2-re kikapunk, hát nem igaz. Wolverhamptont megnyerjük, megverjük. Ó, kikaptunk 4-2-re, nagyon jó. Chelsea-t nem tudjuk megverni. És ahogy láthattátok, befeje... Hogy? Nem tudunk tovább játszani? Hát, srácok, ez ennyi volt az a videó. És ahogy láthatjátok, srácok, itt igazából már csak a West Bromot tudjuk elvállalni, de hát ezt még már nem fogom megtenni. Szóval nagyon szépen köszönöm, srácok, hogy itt voltatok velem. Ahogy láthatjátok, azért csak a 7. helyig estünk vissza. Hát itt azért nem éppen a legjobb helyzet. Szóval, srácok, az a lényeg, hogy a FIFA 23-ban nem igazán lehet leszimulálni a meccseket úgy, hogy a kalendárban nyomod előre. Valószínű, hogyha csak simán szimuláltam volna, akkor nem dobott volna ki. Köszönöm szépen, srácok, hogy itt voltatok. Remélem, hogy tetszett, még annak ellenére is, hogy csak másfél szezon tudott összehozni nekünk a játék. A 3 szezonból, de tök mindegy. Ha szeretnétek ebből folytatást, vagy esetleg másféle ötlettel, akkor nyugodtan írjátok le kommentbe, dobjatok egy lájkot, hogy minél több emberhez eljusson ez a videó, és iratkozzatok fel, ha még nem tettétek meg. Legközelebb találkozunk, én Lehe voltam, és sziasztok!